Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatod. Ricskeszt. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök titeket a Ricskeszt legújabb adásában. A vendégem Danics Dóra és Mazi, vagyis a Tengerszem formációból kettő ember, mert most már jól látom, akkor most már zenekar vagytok. Jól lettem? Aha. Sziasztok egyébként. Sziasztok. Hello, Ricsi. Sziasztok, szia, Ricsi. Igen, jól látod, már kicsit kezdünk bővülgetni. Úgy néz ki, hogy kettő taggal egészen bizonyosan már bővült a Tengerszem zenekar. Lett két fiunk. Lett két fiunk, igen. Bartos Mátyás, ő az, aki dobon és adott esetben, amikor éppen egy kicsit akusztikusabb vizekre elvezünk, akkor kahonon, és... Kovács Kristóf, aki klasszikus gitáron, akusztikus gitáron, basszus gitáron, elektromos gitáron, vokában támogatja meg a kis formációt. Eleve így futottatok neki ennek a dolognak, hogy ebből zenekar legyen később? Tegyük fél egyébként, hogy a Hammeres interjúban egy csomó dolgot megbeszéltünk, most is megfogjuk a nagy részét, hogy a hallgatók semmiről sem maradjanak le, még véletlenül se. Akkor nem? Ez eredetileg nem zenekarnak indult? Nem. Az egész tényleg annak indult, amiről írtam is neked, hogy volt egy dalom, megkértem, hogy énekelj fel, felénekelte, tetszett neki, megkérdezte, hogy van-e még több dalom? Hát volt, és akkor elkezdtünk is egy lemezt csinálni. Azért egy picit visszaugranék, hogyha valaki nem olvasta volna ezt a cikket. Igen, igen, volt egy dala, megkérdezte, hogy feléneklem-e, de hát valahol nekünk találkoznunk kellett, ami egyébként egy teljesen más zenei világ. Ez a Cimbali Band nevezetű zenekar, akikkel népzenét, világzenét játszogattam én, énekelgettem a kis bandában, ahol a Mazi volt a hangtechnikusunk, és az összes lemez természetesen vele vettük fel. És Az összeset? Hát amiben én közreműködtem, azt. Abba kettőt a háromból kettőt. Ja, bocsáss meg, igazad van. Bocs, arra, hogy ki, Isten, ne haragudj. És mi nagyon jobban lettünk a sok-sok utazás közepette, amikor jártuk körbe az országot. Pár ezer kilométert megtettünk együtt, és akkor rengeteget beszélgettünk, és azt hiszem, hogy akkor kerültünk mi úgy barátilag annyira közel egymáshoz, gondolati szinten tényleg, hogy az, hogy ő megkérdezte, hogy feléneklek egy dalát, arra tök egyértelműen igent mondtam, mert biztos voltam benne, hogy... Hát bocs, én tök őszinte leszek, hogy nem lesz gagyi. Hát igen, azért ez elég sarkalatos pont. Látod, még te is újdonságokat tudsz meg tőle? Igen, én teljesen befosva kérdeztem meg, hogy ne haragudj, Dóri, lenne egy dal, meghallgatnád? Tényleg be volt fosva, amúgy láttam a fején. Figyelj, erről nekem csak az lesz, hogy mostanában mindig jön ilyen, hogy Erről még eddig nem beszéltem máshol, na hát akkor tessék, itt is már most az elején derülnek ki dolgok. Ugye a gagyiságra visszatérve, hogy igen, egyébként nekem pont ez volt a benyomás, mikor az első dalotok kijött, és meghallgattam, hogy nem az. És azért féltem tőle, mert ugye, hogy én végig izgultam az X-faktor totál, mikor ugye versenyeztél, meg... Ő is izgult. Igen. Szokásom ellentétben még szavaztam is többször. Komolyan? Abszolút, végig. Köszönöm szépen ezúttal is. Nem, de ide nem nézek tehetségkutatókat, meg semmi ilyesmit, mert nem érdekel egyszerűen. De hát már csak a helyi kötődés miatt is muszáj volt. És nekem mindig az a bajom, hogyha valaki befut, nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve olyan gagyi lemezeket raknak az illetők alá, hogy én szégyellem magamat érte. Mint hogyha valamiért itthon a pop vagy a populáris zene vagy akármi a gagyival lenne egyenlő. Holott mondjuk, ha megnézzük ugyanezt mondjuk a tengeren túlon, akkor pont nem ez a tendencia. Így van, legtöbbször. Én abszolút igazat adok. Nem azért keresnek jó énekeseket, hogy gagyit csináljanak ugye odakint. Itthon meg azért keresnek jó énekeseket, vagy hogy is fogalmazok, ez jó legyen. Azért keresnek dekoratív hanggal rendelkező egyéneket, hogy valakit nagyon sok pénzt keressenek vele. Lehessen miről írni a heti szennylapokban, ugye, de a zenei minőség az nincs terítéken. Igen, és melyik is volt az első dal, amit kiraktatok?
A legelső a tragédia színháza volt, amiben a Cibi rajzolja a borítónkat. És tudom, hogy hallgattam. Az tök király, pedig, hogy ugye eleve vannak fenntartásaim a, ugye a csajfrontos metálbandákkal. Igen? Igen. No, fene. Na mesélj csak erről egy kicsit, légy figyelj, szíves. Az a baj, az a baj nekem legtöbbször, hogy nincs középút. Vagy kurva jó, vagy nem. Aranyos. Uh-huh. És, igen. És az nem jó szerintem. Tehát, hogy mondjuk tök jó megnézni. Tehát úgy ért, az aranyos alatt azt érted, hogy nincs benne elég kraft adott esetben? Igen, tehát... igen. Ez a igen, meg megpróbálta. Aha, értem. Igen, meg ilyen semmilyen tudod, hogy és úgy tudom, oké, aláírom, hogy nem mindenki Lizzie Hale, és nem lehet mindenki Hailstorm, vagy mit tudom én, nem lehet mondjuk minden. Például, igen. De... Baj, Guano Érsz. Én imádom. Az pont egy aranyos kategória nálam, de... Mindegy. Igen. Már majdnem mondtam egy teljesen más zenekarra, teljesen más lemezét, amit ide akartam titulálni. Hú, folytasd. Nem, mondhatod nyugodtan. De az első Guano lemez az tényleg tök jó. Van egyetlen második? Van második. Biztos van. Az első az jó, hát akkor még akkor a kölyök voltam, hogy az a Lords of the Board, meg jaj, ott az figyelj. Hát ez nekem is óriás. De egyébként a lemezen van egy-két igazán érdekes nóta, ami egyáltalán nem rádióbarát, viszont barom jól meg van csinálva. Gondolj be, a Lord of the Board akkora sláger volt, hogy még az Edda is megcsinálta magának. Mi, abból lett a Total Brutál. Hát, jó, na hát. Nem. Külön műsor megér, hogy melyik érd a szám. Melyik? Hát, melyik magyar előadószáma, melyik külföldi előadószáma? Nem, de az a baj, hogy az ilyen Edda ihletésekkel végig tudnánk beszélni egy műsort. Hú. Megyünk Patakit. Voilà. Tényleg. Egyszer egyébként őt hívtam föl helyetted véletlenül. Csak addig jutottam, hogy Pataktud, és nem ütöttem az ít a végére. Hívtam. Na mindegy, nem baj. Majdnem megkérdeztem, hogy figyelj, nem akarod kinyitni az ajtót, tudod? Na de visszazökkenve ide, hát hogy tökörültem neki, hogy a gyöngyvér miatt sejtettem azért, hogy jó lesz, mert hogy az oké, okay. Nyilván benned víztam, de ettől függetlenül még azért nagy találkozásokból is sülhetnek el, most nem feltétlenül azt mondom, hogy gagyin, hanem de középszerűen is. Viszont ugye az tök jó volt, aztán a második dal is tök jó volt, aztán a lemezt, mikor megkérdezte a Laci, hogy írnék-e róla, akkor mondtam, hogy persze, hát mondom, csak jó lesz a többi dal is, hát. És igen, elindítottam, ugye a Hírnek az első dal a lemezen, és na ott volt az az érzés, amit beleírtam a kritikába is, hogy nagyon-nagyon ritkán érzem azt csajfrontos bandáknál, hogy ezt nem énekelhetnék fel faszival. Tehát, hogy ez így... Nagyon szépen. Ez nekem nagy köszönet. Tehát tök jól esik, hogy ezt mondod. Egyébként tök fura, mert nekünk én annyira nem vagyok otthon ebben a világban, hogy el nem tudom azt neked mondani. Teljesen érzésből vagyok az egész felé, és az egész lemez felvétele alatt én teljesen csak a lelkemből nyomattam a sztorit. Tehát, hogy az, ami nekem jött erre, hogy hát erre a darra én úgy kb. Így ezt énekelném, mit gondolsz, Mazi? De egy darabdalt nem küldtem neked ennek, hogy fél, hallgass ilyet, mert ugye nem az ott a célunk, hogy olyan legyen, mint valami, hanem legyen olyan, mintha mi csináltuk volna. De egyébként hozzá kell tenni, nekem azért volt egy ilyen gondolatom azért, amikor a képzelgések megvolt, mert azt a dalt vettük fel legelsőként, hogy az ott egy ilyen másfétig azért így rágódtam, hogy hallgattam, hogy nagyon tetszik, de annyira nem éreztem azt, hogy azt éreztem, hogy ő nem erről a szintéről van, és hogy nem tudtam eldönteni egyébként egész egyszerűen, hogy tényleg jó-e, vagy csak nekem tetszik rohadtul. Aztán tudom, mire gondolsz. Na erről meg én nem tudtam, úgyhogy tényleg megérte nekünk ide lejönni. Tudom, mire gondolsz, mert én tudod, mikor éreztem így? Amikor az első Anettes Night is lemez kijött. Aha. Hogy nekem baromira tetszett, de biztos voltam benne, hogy nem biztos, hogy mindenki így áll hozzá. És mit kiderült, szinte egyedül vagyok a véleményem, hogy az a két Night is lemez jó, mint az Anette énekel, a többi az meg... Hát... Aranyos.
Hát, szerintem pont az Anett aranyos. De egyébként... Mindenképpen. De az első Anettesem, ez az nagyon jó szerintem. Az Imaginerem, az nekem már, ott igazából már nem voltam benne a Nightwish flow-ban egyáltalán, de ez nem a zenekar hibája, hanem egész egyszerűen tök máshol mentem. De a Dark Passion Play lemez az csak annyira volt jó, hogy abból nem tudom milyen extra díszdobozos kiadást vettem anyukámnak ajándékba, aki szintén nagyon szerette, mert hát én ugye lopott tempelnöket hallgatok, ami nem igaz. De ezt tényleg megvettem eredetiben olyan szépen. Tehát azt hiszem egy jó lemez, de hát nem is tudom. Nekem például az új Nightwish lemez is rohadtul tetszik. Szerintem... Mármint ez a dupla csoda, arra gondolsz? A dupla csoda első fele. A másik fele az sok időt igényel szerintem, mármint a mai világban. De az első fele az egyébként szerintem, tehát hogy zeneszerzésileg, kreativitásban szerintem az egy abszolút hibátlan, tehát olyan, tehát 8 perces slágereket írt a csávó. Meghallgatom majd újra. Hát most jobban fog tetszeni. Biztosan nem adja magát egyébként könnyen, mert nincs rajta Nemo, nincs rajta Amarant, nincs rajta egy csomó ilyen kvázi slágeresebb felütés. De olyan refréneket írnak, hogy én is ilyeneket szeretnék. Dark Passion Play, és a Port and the Pendulum, ami viszi az egész lemezt, ugye? Az is egy jó szem, de hát most milyen, hogyha mindig ugye azt írogatná, fickó. Egyébként az Imagine-áron aláírom, hogy ott azért nagyon megcsúszott a Thomasnak a koplunk-kuplunk, de ott azért ez a cirkuszos koncepció, meg vúsli betétek, meg stb. Azért az igen. Még nem is az a baj. Nekem tényleg csak annyi, ott akkor egy picikét egy heavy metal elment mellettem, mert akkor tényleg más élethelyzetben voltam zeneileg. Nekem is volt ilyen időszak. És csak én igazából csak emiatt csúsztam el róla. A Dark Passion Play viszont tehát én napi szinten hallgattam ugyanúgy ők. Tök érdekes, hogy pont szerintem egy hete beszélgettem nagyon kedves barátommal, és ő mondta, hogy dumáltunk, és én rengeteg countryt hallgatok, meg ilyen country popot, new countryt, ilyesmit, és akkor ugye így rászoktattam a Blake Sheltonra, a csávon, iszonyatosan rákattant, meg az ilyen Brantley Gilbertre, ilyenekre, amit ugye itthon általában nem is szoktak ismerni, és akkor mondja nekem, hogy figyelj, emlékszem, hogy időt a napi szinten ezeket pakoltad ki a Facebookra, és én mondom, jaj, én akkor nem is hallgattam mást egyáltalán. Hát ez is a Hammer, igen, mikor hangpróba volt, meghallgattam a hangpróbás lemezeket tisztessége, becsülette, lepontoztam kb., meg amiről kellett írni a kritikát, azt meghallgattam, megírtam, azt ment vissza a country. Hát hogy hogyan is, neki nem volt soha ilyen, hogy valami zenére így ráállt volna, tudod. És most ugye azért hoztam ezt fel példának, mert hogy ezt ugye mondtam is nektek, hogy tök érdekes volt a képzelgéseknél, hogy meghallgattam, megírtam a kritikát, tökre benne voltam, tök jó volt, letudtam a többi kritizálni volót, a hónapban hangpróbált mindent, és azt vettem észre napokkal később is, hogy valahogy csak a lemez pörög, tudod, és meghallgattam tök sokszor utána, pedig hogyha egy lemezt meghallgatok, megkritizálom, megírom, akkor el szoktam tenni pihenni, mert hogy akkor kihallgatod belőle a dolgot, tudod, és valahogy nem. És hogy tökre nem éreztem én se azt, hogy valami, hogy ezt már valahol hallottam, hanem csak hangulatokat éreztem benne, hogy ez tök jó, mert olyan hangulata van, mint ennek, vagy annak, vagy amannak. Hangosan bólogatunk. Nem, ez azért érdekes, mert hogy egy csomószor vannak tök jó projektek. Például most a Corey Taylor szólalom, ezért írtam meg a kritikát ma. Kurva jó lemez. Csak az, hogy ez egy Misfits nóta, ez egy az, viszont nem az, csak hogy arra hajasz tökre. Hogy olyan, mintha, és ez tök jó, csak hát nagyon kevesen tudják ezt megcsinálni. Hát nálunk ez két dologból fakad, hogy ez igazából ilyen lett így végeredményben. Egyrészt ugye, hogy Dori teljesen független személyisége kerül bele az egész történetbe, ezáltal tök másképp énekel, mint általában, szerint az én olvasatomban teljesen másképp énekel, mint általában a rockzenében az énekes csajok. Azon túl, hogy a kvartos a hangja teljesen máshonnan közelít, teljesen más érzéseket, sőt, én inkább azt mondom, ami nekem nagyon tetszik, és ezt még szintén talán beszéltük is, hogy nagyon-nagyon jól megmutatja, hogy melyik dal miről szól számára. És én nagyon sok énekesnél ezt hiányolom, akár Magyarországon, akár külföldön, hogy hallom, hogy énekel, hallom, hogy kurva jól el van találva a hang, nagyon a helyén van, csak lófasz nincs mögötte. Nem hiszed el. És akkor hallgat, és persze, profi a produkció, minden csillivre ki van keverve, gyönyörűen szól a dob, persze, nem is igazi dob van, hát mindegy, tök jól szól az egész, és akkor meghallgatok két számot, és így dobom a kukába az egészet, és nem érdekel. Pedig valahányszor megjelenik egy lemez abban a műfajban, amit én szeretek, akkor mindig behúzom, meghallgatom, adok neki lehetőséget, mert hát, ha megint történik valami izgalmas dolog, tudod. Így kötöttem arra az Inflames-re. Soha nem szerettem. Kijött a szirén, mindenki fikázta, meghallgattam. Hát. Nekem meg releváció volt, tudod. Tehát. Ugye, tehát hogy ezek így tök jól működnek.
És tökre kíváncsi vagyok rá, és azóta se hallgatsz ilyen zenéket? Ugye azért azóta így megfertőzöttél egy picit, és azért úgy lettek esetleg metal kedvencek. Hát kedvenceim nem lettek. Nem tudnék mondani konkrét zenekart. Amit én nagyon régen kis gyermekkoromban szerettem, az a Korn volt. Amiről azt tudom mondani, hogy sok albumukat ismerem, meg így hallgattam, meg így szerettem azt a beteg feelinget, amit ők képviselnek. És nyilván mutattak nekem azóta sokat a srácok, sokféle zenét, a Mazi is. Most egyébként akárhányszor cigi szünetünk van próbán, a Matyi állandóan ezt hallgass meg, azt hallgass. Tehát, milyen dobban igen, benne, igen. Már. Tehát, hogy azért kapom. Meg már így egy picit talán jobb, úgymond rálátásom van, de még nem mernék ezekbe a beszélgetéseitekbe ilyen szinten beleszólni, hogy mondjuk véleményt alkossak. És mi az, ami neked a zenét jelenti egyébként? Tehát, hogy mik azok a kedvencek, vagy azok a megszokott inspirációs források, amivel feltöltődsz mondjuk? Úristen, én nagyon-nagyon sok mindent hallgatok. Az egyébként nem baj, mi is? Én az elektronikus zenétől a pop zenénkre át a klasszikusig hallgatok mindent. Van olyan, amikor engem Beethoven inspirál, és a kádban egy nagy habban ülve csapkodok, de igen, pontosan azt csinálom. Így van, amikor amerikai pop előadókat szoktam hallgatni, akiket nagyon nagyra tartok, például Alan Stone, például J.P. Cooper, én még James Bay, bár ő már nekem kicsit nyál, de már nem annyira nyál. Sok mindenkit hallgatok a popszférából, és van, amikor meg elkap egy nagyon durva minimál techno, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor menjünk valamerre a kocsival, és csapassuk. Tehát, hogy teljesen sokféleség vagyok. Egyébként, hogyha magyar zenét kellene mondanom, akkor meg csak régi, ilyen 60-as évek, meg 70-es évek, vagy ilyesmit mondanék, amiket így hallgatnék. Vagy hallgattam, de ez meg lehet, hogy anyám miatt ővel nyomattunk minden szép kis táncdalt, vidáman üvöltve bármikor, ez bárhol. Tehát, hogy az a világ is van. Azért voltam erre kíváncsi, hogy pontosan ilyennek képzeltelek, hogy... És hát ehhez hadd tegyem hozzá, hogy addig, amíg nem voltam a világzenés a népzenében benne annyira, addig nagyon sokat hallgattam. Amikor művelem, akkor utána nem annyira hallgatom, mert már úgy sok például nekem néha. Tehát például amióta cimbali band van, azóta sokkal kevesebb világzenét hallgatok. Egyrészt azért is van ez egyébként szerintem, mert a turnébuszban rengeteget hallgatunk, tehát ott is órákon keresztül ez szól, és még ezt is műveljük, és akkor hazamegyek, biztos, hogy nem azt fogom hallgatni. De én azt a zenét is nagyon-nagyon szeretem, nagyon megérint, nagyon megfogott, azt nagyon sokáig hallgattam, de azt se csináltam soha, tehát nekem az is egy nagy újdonság volt, amikor a cimbali bandel kezdtem el muzsikálni, és hát most ez is egy nagyon nagy újdonság, hogy a tengerszemmel mi így ezt tetszik az embereknek, meg mindent, tehát hogy én meg vagyok lepődve, megmondom őszintén nagyon, és nagyon örülök, és rettenetesen lelkes vagyok ezzel az egésszel kapcsolatban, mert ez tényleg a mi kis gyermekünk ez a lemez, ez így tényleg azt csináltuk, ami így senki semmi nem érdekelt. És én egy olyan világból jövök, ahol annyira meg akarják mondani, hogy mit csinálj, hogy csináld, hogy mondd ki azt az egy kutyaütő szót, stb. Tehát, hogy itt meg szabadság volt. És itt azt csinálhattam, amit akarok tulajdonképpen. Ebben van egy ilyen
teljes, és passzol. Tehát, hogy én azt vettem észre, amikor csináltuk a lemezt, hogy ugyanaz a vélemény. Ja, igen, ez azért, ja, szerintem is azért nem. Tehát, hogy nem kellett nagyon egy idő után beszélnünk se. Tehát így egymásra néztünk, jó, már indította újra, vagy... Nem? Hát nem olyan érzed egyébként azt a kettősséget, hogy neked tetszett ez, amit csináltak, meg úgy tökre egyértelmű, hogy bíztál is benne, de ugyanakkor meg féltél a reakcióktól, de miért? Hát nyilvánvalóan benne vannak a korábbi kudarcaim, vagy a kudarctól való alapvető félelmem. És hogyha én valamibe véletlenül őszintén belerakom magam, akkor abból nekem sok kudarcom volt. Főleg az X után, és emiatt nem adtam sok esélyt annak, hogy a tengerszemmel így valami komolyabb visszajelzéseket fogunk kapni, és közben meg mégis, tehát, hogy talán ez előzi meg. Neked nem is ennek szólólemezed, ugye? Hát, de megjelent végül egy szólólemezem. Tényleg? Ami egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz szülés volt, és ennek viszont tényleg vannak olyan okai, amiről most én így nyilvánosan nem tudok beszélni, de nagyon sok időbe került, mire az a lemez elkészülhetett, és addigra az én lelkem abban a lemezben egyáltalán nem volt már benne, tehát én már csak úgy voltam, hogy jó, jöjjön ki, nyertem egy lemezt. Lehet, hogy ezért maradtam le róla. Biztos lehetsz benne, hogy ezért maradtál róla. Még én is lemaradtam róla, azt hiszem. Az mondjuk ezt nem jó ilyet hallani, de amikor kijött a tengerszemlemez, csak hogy a pozitív vizeken maradjunk, és arra elvezzünk át, én tök örültem neki, mikor olvastam egy-két kritikát, hogy más is ugyanazt a lemezt hallgatta meg, amit én. Azért, amikor elkezdtek jönni a pozitív visszajelzések és a pozitív kritikák, akkor azért, hogy jött egy kis megnyugvás? Ajaj, nagyon is, tényleg. Azért mondom, hogy meg vagyok lepődve, és rettenetesen lelkes vagyok. Tehát, hogy most én jelen pillanatban egyébként is egy elég nehéz életszakaszban vagyok, és azt tudom mondani, hogy a tengerszem, és a tengerszem felé irányuló összes pozitív bármi, ami felénk irányul és épít bennünket, az engem most rettenetesen tölt. Nekem most olyan, mintha így a fél szívem lenne, és ez most éltet. De konkrétan éltet. Úgyhogy nekem tényleg nagyon-nagyon sokat számít az, ami most e körül, a zenekar körül történik, és amerre mi haladunk, és tényleg minden egyes pozitív szó, amit csak kapunk. Vagy minden egyes építő kritika, inkább kibővíteném. Igen. Igen. Amen. Csak belemerültem abban, amit hallgattalak, bólogatok, igen, egyetértek. És tényleg egyetértek, mert nem... Tehát nekünk is pont az, ami nagyon feltűnt és nagyon érdekes volt, és számomra se egyébként egy megszokott dolog, hogy akik ugye eddig írtak a lemezről kritikát, hogy az tűnt fel, hogy ők tényleg meghallgatták, és hogy te is tényleg meghallgattad. Mi egyébként szerintem nagyon nagy dolog, mert nagyon sok kritikát, amit régebben olvastam, akár a saját zenémről, akár másról, nagyon sokszor azért azt jelenti, hogy eléggé felületes, hogy oké, végigpörgött talán az első szám, vagy lehet, hogy még bel is részt a borítóba, de itt most mindegyik kritikán azt jelenti, hogy aki hallgatta, azt tényleg meghallgatta. Tehát főleg, hogy miután valaki olyan dalt emel ki róla, amit egyértelműen úgy írtatunk meg a végén, hogy hát ez lehet, hogy tölt elég, de legyen rajta. Aztán valakinek ez a kedvence. Csak erre leszem majd ott most, hogy van egy zenekar, akivel dolgozom, mindegy, hogy melyik, és elküldtük az épp aktuális új lemezt így a körbe a magyar sajtónak, hogy hát akkor lemezkritikákat szeretnénk, és a egyik portán jelent meg egy ilyen kritika, hogy hát igen, kicsit középszerű lemez, meg ez az, de hogy úgy el lehet hallgatni, most is éppen a lemez egyik leggyorsabb dala az XY dübörög, ami egy akusztikus ballada a lemez végén, de nem baj, tehát, hogy utána arra fogt az élet, amikor megkérdeztem, hogy na, tetszik a tempóstal, hogy felcserélte a címeket, mondtam, hogy minden bizonnyal így történt. Hát igen, azt mondom, hogy az, hogy most ha olvasol valamit, amivel azt érzed, hogy alaposság van, az igazi kincs, és azt meg is kell becsülni, és abból azok a kritikák egyébként, mert annak ellenére pozitív dolgokat írnak, igenis olyan dolgokat tudnak megfogalmazni, ami nekünk újabb gondolatokat ad arra, hogy mi merre felé lépünk tovább. És ezek a kritikák, ezek mind olyanok, amiben mi nagyon sokat tanultunk egyébként. És ezt az újabb daloknál már használjuk is.
Volt olyan dal esetleg, vagy van olyan dal esetleg, amire azt gondoltatok, hogy na ez tuti, hogy kedvenc lesz, és mondjuk esetleg nem került annyiszor említésre pozitív kontextusba? Nem volt egyáltalán, én bennem egyáltalán nem volt olyan, hogy lesz-e kedvenc. Igen, igazából inkább abban gondolkoztunk, hogy az összes dalnak önálló karakter legyen, tehát hogy ne ugyanazt a dalt írjuk meg 10-szer vagy 11-szer, mert az olyan, most rángatom a vállamat, azért nem tartott sehova, és nem tudom, tehát igazából nem volt így kiemelt dal, hogy melyik milyen, mert ahogy te is írtad, van, ami tényleg egy kicsikét Rammstein-es, van, ami egy kicsikét nem tudom, nekünk Gagája ilyen enyás, ami felfogásunkban ugye... A feleségem mondott, hogy tök jó párazomot a Gájára, és utána már nekem is az adott róla eszembe, nem tudom mennyire emlékszel, vagy nem tudom, hogy te hallottad-e, az Ágnes Vanillának volt egy lemeze Ágnes néven, amit a Vackor zenészekkel csinált, egy ilyen metálos lemez, imádtam. Csak a klipeszámot is, ismertem egyetlen egy titkaidat? Szerintem a titkaidat. A Beriari feldolgozás, igen. Az is ezen a lemezen van. És azon van egy-kettő jó, kemény, döngölős, metálos téma, és neki az ugrott be róla elsőre. Azt mondja, hogy hú, tök jó, azt mondja, mi ez? És hogy azért volt neki furcsa, mert mondtam neki, hogy egy kritikát írok a lemezről, és tudta, hogy ha valamit otthon is hallgatok, akkor az vagy azért van, mert nagyon rá vagyok kattanva, vagy azért van, mert szorít az idő, és dolgozni kell. De amikor már sokat szor ment végig a lemez, akkor rájött, hogy nem szorít az idő, mert már rég le volt adva a kritika addigra, de nem baj, ezt nem kellett neki csak utólag megtudni. Hát mi örülünk, hogy ilyen sokat hallgatod, és hogy hallgattad. Nem, figyelj, hallgatom is még mindig, mert... Akkor ezt is köszi. Figyelj, kicsit... Ez egy nagyon nehéz év mindenkinek szerintem. Abszolút. És ugye azért itt beszéltük az adás előtt, ugye, hogy ki mit csinál, és hogy igen, azért a koncert show business, amiből azért ugye meg kellene próbálnom többek között ugye a betevőt megteremteni, az most fogalmazunk úgy, hogy elég hektikusan működik, és például amikor úgy kicsit nehezebb napjaim vannak, akkor vagy a képzelgéseket veszem elő, vagy a Nomádnak a kilépőjét, vagy felváltva. Ez megtisztelő egyébként. Nem azért mondom, megtisztelő. A Nomád egy nagyon jó zenekar, és hogy melléig tudsz minket tenni, az simán, még közös bulit is el tudnék képzelni. Mi is? Na hát figyelj, akkor feladat adott, majd Józsefnek szólunk, és akkor így hátha. Nem, mert figyelj, hangulatilag tök hasonló dolgokat pedzegettek. Már csak azért is hasonló a két formáció, mind a kettőben tartalmas igényes szövegek vannak, és nem ilyen művészkedő ábölcseletekkel van teleírva, tudod, hogy az a hangozzon nagyon jól, az se baj, ha éppenséggel nem jelent semmit. Ez volt a második dolog, ami ugye feltűnt a lemez kapcsán, hogy baromi jók a szövegek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Igazából az engem nagyon megfogott az elején, amikor a Mazi megkért engem, hogy énekeljek fel egy-két nótát neki, és az nekem egy nagyon fontos pont volt. Én rettenetesen hákris vagyok a dalszövegekre, nálam ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos, nagyon nem mindegy, hogy miről szól, nagyon sokan nem figyelik a dalnak a szövegét, rengeteg ember nem figyeli. Ma is belefutottam egy ilyenbe. Rengeteg ember csak hallgatja, megy, lehet, hogy tudja a refrén, de fogalma nincs, hogy miről szól a dal. Nem, ez engem speciál nem érdekel. Ha véletlenül mégis egyszer eljut a tudatáig egy 5 év múlva valakinek, hogy jaj, basszus, ez erről. Na hát, de jó! Tehát, hogy mindig van remény arra, hogy egyszer valaki olyan füle hallgatja az adott zenét, hogy meghallja a mondani valóját is, és akkor már érdemes olyat alkotni, ami talán valamilyen érzést, vagy egy emléket, vagy egy bármit kivált. Bármit, legyen véleménye róla, valami. És a Mazi nagyon jól érte a szöveget, és... Tessék? Zavarba fogok jönni. Jöhetsz nyugodtan. Tényleg szerintem nagyon jól érde a szöveget, zseniális képekkel dolgozik, gondolatokkal, ötletekkel, rengeteget beszélgettünk egyébként a dalok mondani valójáról, egy-egy dalról, mielőtt felvettük, beszélgettünk róla. Ez igaz. És most ez kinek mit jelent? Kinek? Ki mit gondol arról az adott témáról? Ő azt miért írta? Én azt, vagy amit én írtam, azt én miért írtam?
miért van az benne, mit tudom én. Tehát, hogy, és az az érdekes, hogy még mindig nem írtunk közösen dalszöveget, pedig most már... De már terben van. Igen, már terben van. Most így eláruljuk, hogy a második lemezünk már nagyon, nagyon jól áll, és még mindig nem írtunk közös dalszöveget. De terve van, igen. És elhiszed nekem, hogyha azt mondom, hogy ezek a kis megbeszélések, meg ezek a kis plusz dolgok, amit egyébként nem feltétlenül csinál a legtöbb formáció, hogy ez érezhető ki a lemezen, és ettől lett olyan, amilyen? Hát abszolút benne van. Abszolút benne van. Tehát, gondolja csak abban. Van, amikor konkrétan tehát, hogy van, amikor tényleg annyit beszélgetünk egy adott témára, hogy ja, ebből legyen már egy dal. Igen, meg tudod gondolni, hogy nem csak az van, hogy akkor elénekli a szöveget, amit valaki megírt, hanem ténylegesen átbeszéljük, és igazából az a jó, ami mindig is kiderült, ez a malac, ez nagyon veszélyes. Nem, most mindig másra figyel. Egy ideig nézett engem, most téged most nézett, és most a rincsit nézi. Szóval, hogy ugye nagyon sokszor probléma az, hogy ha valakinek önmagában egy kifejező hangja, neki tényleg elég, ha kvázi felolvas egy valakinek egy szöveget, és akkor működik. Én is dolgoztam énekessel, még a Gyöngyvérben, akinek soha lövése nem mondta, hogy miről szól a dal, de amikor énekelt, akkor egyből hitelessé vált. Van ilyen. De a leggyakoribb az, hogy ha valakinek a szájába ad szavakat, az nem tud megszólalni. Nálunk az valami, hogy ezeket megbeszéltük, és nem az, hogy akkor figyelj, Dóri, léci, dolgozd fel az én gondolataimat, hanem a másik mondat neki, hogy ja, egyébként neki ugyanezt jelenti, és még ezt. Ja, mondom, figyelj, akkor énekeld fel így, hogy akkor ez a gondolat legyen benne, mert nekem meg úgyis ezt fogja jelenteni. És akkor valószínűleg ez is érezhető, hogy ettől is sokkal, nem is tudom, kifejezőbb az egész. Ugye mielőtt még Dóri képbe került, és csak írogattad a dalokat, de akkor is ennyire konkrét, kifejező tartalmas szövegekben gondolkodtál? Igen, abszolút. Nem tudom elképzelni magam popszövegíróként például. Meg én nem, amiről én írni szeretek, vagy szeretnék. Haj, semmi, csak könnyeket morzsolok, mert egyszerű véletlenül írtam egy poplemezt. Anyám úristenit. Magyarul gondoltam. Na igen, igen. Bocsánat, ne arra, hogy itt... Elmaragszom. Fejezd be a gond. Így van, már elmúlt. Már elmúlt. Egyébként múltkor beszélgettük egy cimborámon, én évek óta ezzel viccelődök, hogy egyszer majd csinálok egy lemezt életembe, és mondta egy cimborám, hogy figyelj, van egy pár ilyen countrys dalom, nézzük meg. Leültünk, tök jó, figyelj, négy olyan dalt írt, hogy agyam eldúran. Akkor írjunk rá szöveget. Hát mondom, figyelj, én nem tudok angolul. Hát jó, de magyarul tudsz. Mondom, oké, csak erre magyarul írni. Igen. Igen, de egyébként közben meg, na látod, nekünk még viszont ilyenek forognak a fejünkben, hogy én például nem is akarok angolul írni. Én sem. Mert egyszerűen én nem, tehát én ez most így csúnyán hangzik, vagy nem tudom, de én azt gondolom, hogy ha az ember a saját anyanyelvén nem tudja magát kifejezni, nem tudja elmondani az érzését, akkor más nyelven sem. Azért, mert ez egy trendi, vagy egy könnyebben eladhatónak tűnő dolog, nagy Isten, a határokon túlt célozzuk meg, hogy legyek ennyire szarkasztikus. Tök fölösleges ezért angolul csinálni bármit. Ezért a mozdulatért egyébként megért áttérni videóra egy másfél éve, de... egyébként elmondom neked, ezért sajnálom, hogy a másfél év alatt egyetlen adás volt, ahol a telefon valami leállt, és nem vette fel a képet, és baromi sajnálom, az a tájékozatlan falkodás volt a Kátai Tomival. Oh. Ugye a Tomi vágott egy olyan arcot, hogy szerintem azt soha nem fogjuk elfelejteni kávét. Tehát, hogy így egyik ilyen megállapítás. Az élmény a tiétek. Igen, igen. Jó, azt egyébként is nagyon szerettük azt az adást, de nem térünk ki erre. Igen. Akkor nem lesznek angol nyelvű szövegek ezek szerint. Nincs terven. Nem valószínű. Nincs terven ilyesmi. Mert, de soha nem mondjuk, hogy soha, de igen, nem valószínű. Igen, csak hogy ha lesz, azt nem én fogom megírni. Mert annak nincs számomra értelme igazából. A tartalma pedig az, hogy a szövegek miről szólnak, tehát az előbb egy kicsit féltetően fogalmaztam, de a lényeg az az, hogy nem szeretnék olyan szöveget írni, ami nem szól semmiről. Inkább így a helyes. Nem a pop szóval, mert popba is lehet nagyon jó szöveget írni. Így van. Szóval ezen kicsit előbb sarkítottam, de ez nem igaz. Tehát nem szeretnék olyan szöveget írni, amivel nem tudok egyetérteni, amivel nem tudok 10 év múlva egyetérteni. Tehát én minden szövegben igazából magamat írom le. És innentől kezdve nekem fontos, hogy ez önazonos legyen. Tehát, hogy az a nagyon-nagyon jó ebben az egészben, hogy megvan az a szabadság, hogy nem kell
nem kell senkitől tartani, nem kell senki felé, nem kell senkitől elvárások alapján alkotni, ami miatt egyébként, ha lenne elvárás, szerintem eléggé bajban lennénk. Csak azért mondom, mert próbáltam én megrendelésre csinálni ezt azt, de nem az igazi. Nem is éreztem benne jól magam, és nem oda lyukadt ki, sőt a vége általában egyébként az, hogy olyan dolog születnek, hogy hát ezt nem szívesen adom egyébként oda, hiába fizetted ki. Mert a végére jutunk odáig, hogy akkor olyan lesz, aminek én szeretném, majd ők jönnek és jól elrontják, és ezt így nem esik jól. Nem akarod végignézni a folyamatot. Igen, szóval az a baj, hogy sajnos ez egy ilyen önző dolog, én nem tudok úgy dalt írni, hogy nem érdekel. Ezt megértem, az a helyzet. Mert hogy azért valahol megírsz egy dalt, megalkotod, csak mondom, dolgozok egy regényen másfél éve kb., nagyon szeretném jövőre kihozni, és az volt ilyen, hogy eredetileg másnak szántam segédletnek egy részét. És így mondtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, de nem adom oda, mert hogy már hozzám nőtt. És mostanra meg már majdhogy nem tetszik is. Nyilván nem fog sose tetszeni, de már majdnem tetszik. Mindig lesz benne hibákat, de úgyis meg lesz benne az a rész, ami miatt neked fontos. Abszolút, abszolút. Nem az a célja senkinek, hogy tökéleteset alkosson, hanem hogy olyat alkosson, szerintem, ami jól esik a lelkednek. Amit jól esik a lelkednek, téged elszórakoztat, boldoggá tesz, szomorúvá tesz, a lényeg az, hogy emlékeztessen valamire abból a korszakból, hiszen minden egyes alkotásunk egy lenyomat igazából. Amikor megcsináltatok a lemezt, kész voltatok vele, ugye ebből egy Hammer World magazin melléklet lett a lemezből, és ugye mi beszéltünk erről, hogy ez te ötleted volt elsősorban, hát, vagy hogy te... Abszolút, igen. Igen, mert ugye a korábbi lemezeim is a Hammer-nél jelentek meg, ugye Hartmann Kristóf Akkős nagyon sokat segített nekünk, hát az első gondolatom az volt, miután elkészültünk és rájöttünk, hogy hát jó lenne ezzel kezdeni valamit, hogy akkor végig is megkezdem a Kristófot, hogy mit szólna, hogy hallgassa meg, és ha esetleg tetszik neki, akkor nagyon szívesen leülném beszélgetni, és ha meg leülném beszélgetni, az nagyon szívesen beajánlom, hogy mi lenne, ha ezt beajánlaná. Csak így elképzelem a szituációt egyébként, mert így tudom, hogy a Kristóf úgy van, hogy mikor megmutatsz neki valamit, azonnal tudja, hogy annak mi lesz a sorsa. Ez mikor leültünk le beszélgetni, igazából mi már úgy érkeztünk oda, hogy mi azt láttuk, és ezt utána két tökében is beszéltük, hogy a Kristóf úgy várt minket, hogy ő pontosan képben volt az, hogy mi ez az egész, amit mi csinálunk, és hogy szerint ez hová futhat ki. Ja, abszolút, igen. Szerintem ő ilyen típus. Sok mindenben igyekeztem sokat tanulni tőle az évek alatt. Én szeretem is ezt benne, ugye, már amennyire én ismerem, ugye, majd gyöngyvér révén, nem is tudom, szerintem jó kapcsolatban vagyunk. És amit az alapján megismertem belőle, az nekem nagyon szimpatikus továbbra is. Az esetleges, nem is tudom, hogy mire gondoltam igazából, mikor elkezdtem a kérdést, úgyhogy inkább máshogy futok neki. Nehéz ezt befejezni. Igen, máshogy futok neki inkább. Tehát, hogy ugye a magazin mellékletes terjesztésnek nagy előnye, hogy fixen eljut x ezer olvasóhoz. Igen. Az igen, ma a kedvenc szavam úgy látszik. Tudod, nem helyes legtöbbet, csak bólogatok. Oké. Nem lesznek a képlátja. Na mindegy. De ugye tudtátok azt, hogy x ezer ember, ez biztos, hogy el fog jutni a lemez. Szerintetek mennyi... Most bólogatok. Mennyi ember volt az, aki mondjuk kézbe véve a borítót, mert nagyon erős a vizualitása a lemeznek, erről még nem beszéltünk. Aki kézbe véve a borítót, már a borító miatt mondjuk meghallgatta. Adhatok bármilyen támpontot a grafikusnak, hogy mi legyen a borítón, vagy pedig abszolút ez jött elő belőle? Ez egy nagyon érdekes, különálló történet, hogy Dóri fog elmesélni. Az ő után folytatja. Bólogatok. Én fogom elmesélni, igen. Én nem a jó beleszólok. Ez egy olyan gyönyörű történet, hogy benne voltam egy rettenetesen jó szappanoperában. Szerepeltem, ahol egy drogos anyukát játszottam, és volt egy drogdílerem a szerepem szerint, egy srác, akit úgy hívnak, hogy Cibere Krisztián, és amikor két jelenet között voltunk, akkor megmutatta a festményeit, amiket számítógépen követel, és nekem akkor nagyon tetszettek ezek a képek, és eltelt néhány év,
amikor beszélgettünk arról már a képzelgések kapcsán, hogy hát akkor lemezborító is kéne, milyen képzelünk el, nem tudom, mi hogy volt ez? Először még kártyátékot terveztem, ezt grafikust kerestem. Tényleg, és akkor küldted a munkáit. Mi kártyajátékot tervezett a mozi. Bőzöny. Ilyen kártyajátok, egy picit azért álljunk le, álljunk meg. Érzékeny terület. Hát elég nagy Call of Duty rajongó vagyok. Jaj. Lehet, hogy hosszabban fogunk itt időzni. Szóval azt, hogy Lovecraft rajongó vagyok. És hát szerettem volna csinálni egy olyan kártyajátékot, ami az ő világán játszik, és egy ilyen végeredmény, meg nem kooperatív játék, hanem egy érdekes, de kooperatív játék, maradjunk ennyiben. A lényeg az, hogy mikor másfél év után jutottam addig, hogy na most már akkor kéne tesztkártyákat csinálni, akkor a kezembe akadt egy doboz egy kooperatív Call of Duty-s játékba, és mondom, baszki, ezt valaki ugyanígy megcsinálta. Szerintem azért sokkal jártak már így, mikor valamint dolgozó sokat, és akkor végre ez, hogy... És akkor abba hagytam. Az ominózus regény, amit előbb említettem, az úgy kezdődik, hogy úgy kezdődött volna eredetileg, hogy egy gazdag srác megszökik otthonról, és egy mulatóban verekedésbe keveredik, és elrabolja őt pár kalóz, és hát kalóz lesz belőle. Csak ez egy a probléma, hogy Tim Severinnek a tengerrabló trilógia erről szól. Amit mondjuk 10 évvel ezelőtt megírt a csávó, és én nem olvastam még, csak mikor előadta a haveromnak, azt mondja, te is megvetted múlt kalárazásnak a tengerrabló trilógiát? Amit? Hát figyelj, nem kell messzire lenni, nemrég volt itt a zenekar, akinek mondtam, hogy azért a XY dalotokban jól lenyúltátok a Vain Secret című dalának a nyitó riffjét, és így nézem a gitáros, hogy mi az a Vain? Nem vágod a zenekart? Nem. Mutatom neki a dalt, és azt mondja, bazd meg, ugyanaz a tempó, a ték, minden ugyanaz. És tényleg, azt mondja, esküszöm, sose hallottam, tehát, hogy így... Persze, de egyébként ilyen véletlenek vannak, csak tudod, mikor játékot írsz, akkor ugye, tehát az egy nagyon lefutott pálya. Tehát egy regényben mindig megvan az a lehetőséget, hogy tudsz mögé egy igazán jó sztorit kanyarintani, amiből azt, hogy az alapötlet valahonnan ismerős, hát sok ilyen van, de az, hogy a végelén milyen, az lehet még teljesen egyedi, vagy sokkal több egyedi vonást tartalmazhat egy kártyajátékban, mert sem ugyanaz B-verzióba. Viszont addig másfél igen tök jól el voltam. Tehát nyári szünetben ezt csináltam, szünetben. Hol és már arra mi? Nagyon jó volt, hogy ő kártyát tervezgetett, mert így jutott végül is eszembe Cibere Krisztián. Így van. És mutattam meg az alkotásait neked. Igen, valaki tudja, hogy hol és így van, pontosan. Ezért mondtam, hogy ő fog beszélni, mert beleszólok. Igen, és úgy döntöttünk, hogy mi lenne, hogyha ő tervezni a mi lemezborítónkat. Igen, mert egyébként hozzá kell tenni, hogy a Krisztiánnak a stílusa... Fogalmam sincs, mit akarok mondani. Segítek. Krisztiánnak egyébként a stílusa az elképesztő módon passzolt ahhoz, amit szerint számunkra, amit zeneileg mi képviseltünk, szerintünk. Teljesen szabad kezet adtunk neki, ez volt még a kérdésed. Várjál. Ja, várjál. Várunk. Azért ne felejtsük, hogy Krisztián mennyire volt nagy lelkű velünk. Ez így igaz. Tehát az a lényeg, hogy mi amikor megkerestük, akkor ugye arról volt szó, tehát egy persze nagyon szívesen dolgozik a borítónkon, megcsinálja ennyiért és ennyiért. Mi nyertünk egy nagyot, és mondtuk neki, hogy elküldjük a lemezt, és köszönjük szépen. Majd másnap felhívott. Talán, igen. Azt hiszem, hogy felhívott, és mondta, hogy figyelj, ez a lemez annyira jó. Tetszik nekem, hogy ezt ingyen megcsinálom. Majd annyira tetszett neki ez a lemez, hogy igazából szerintem egy hónapon belül megvolt az első, hát nevezzük vázatnak, ami Mázinak egy kész borítót jelent, és annak ez szépen haladt az egészen előre, és ami a Tragédia Színháza videóban is kint van borító, az ott az eredeti, csak aztán nyilván, mivel sok idő eltelt, és ugye ő is egy művész alkat, ezért hát ugye tovább is gondolta ezt. Ami viszont fontos, hogy tényleg, hogy a Dóri is mondja, nem kötöttünk meg neki semmit, tehát nem mondtuk meg, hogy miről szóljon a kép, mi legyen rajta, milyen színek legyenek rajta. Ugyanúgy, ahogy a Mazi nem mondta, hogy énekeljem szerinte a dalt, ami szerinte arról szól, ugyanúgy, ahogy én nem mondom, hogy hangszerelje pontosan a dalt, vagy mondunk egymásnak ötleteket, de hagyjuk egymást szabadon alkotni, és abból lesz valami szép közös. És én úgy érzem, hogy a Krisztián alkotása, abszolút alkotásnak érzem, tehát művészi alkotásnak érzem a lemezborítónkat, és egyébként fotózni is elmentünk, tehát nekem saját magamat kellett folytogatni
egy fotostúdióban, és így a saját számba így bele nyúlkálni meg ilyenek, és mondta, hogy ne haragudj, de nem mutatom meg a képeket. Mondom, azt hiszem, köszönöm, hogy nem kell megnéznem magam, hogy nem tudom, milyen pózokban valószínűleg rettenetesen nézek ki. De tudtam, hogy a borítón valószínűleg azért nem lesz akkora. Igen, szóval teljesen szabad köze kapott benne, és pontosan azért tudod, hogyha most valaki azt mondja, hogy őt ez a dolog megérintette, akkor miért mondja ki neki ott bármit? Miért akarja mert befolyásolni egy irányba? Hiszen akkor nekem már van róla egy impressziója, amit mi mikor először megállt, amikor kinyomtatva hozta el. Tehát mi nem láttuk ott készet, csak úgy, hogy elmentünk kávézni, hogy akkor üljünk le beszélgetni, és hozott van nekünk két kinyomtatott kép, és na ez lenne a borító. És hát ott így dobtunk egy hátas, hogy bakker. Azért ez így... Na figyelj, azért itt bármilyen pozitív kritikát vehetünk, azért ennél pozitívabb kritika nem kellett volna mindjárt az indulásnál, nem? Hogy azt mondja, hogy figyelszteni kell megcsinálni mindjárt. Nagyon jó eset, hogy be is hattuk a csapatba. Így van. Mert úgy tekintettünk igazából eleinte, tehát a ketten voltunk, onnantól kezdve azt gondoltuk, hogy mi már hárman vagyunk. Tehát, hogy ez egy kvázi alkotói közösségként tekintünk egyébként magunkra. Igen. Amiben mindenki belrakja a maga részét. Ő a vizuált, azt nagyon érzi, nagyon is tudja, hogy mi kell nekünk. Csak hogy megint egy kicsit dicsérjem Krisztiánt, mint embert például. Mutattuk neki az új számok demo verzióját. Mondta, hogy hát most van egy csomó melója, egy 2-3 hónap múlva neki tud állni, és másnap este ott volt a gépünkön a készborító. Másnap este. Nagyon jó. Hát nagyon jók ezek a, dalok, úgyhogy csináltam. Igen. Hú. Az jutott még egyébként eszembe közben, hogy téged nem próbált meg senki lebeszélni menet közben erről? Hú, figyelj, Dóri, ez hülyeség, ne csináld ezt. Ez metál, ebben nem vehetsz részt. Ez mágia. De. De. Na most figyelj. Na, meséljél, ne haragudjál. Most kell megtudnom. Volt olyan, akinek mutattam, és azt mondta, hogy azonnal kapcsolt ki. Persze, hogy van ilyen. Ki volt ez? Most nem mondom el, de majd egyszer elmondom. Nem akartam ennyire mélyre menni benne, csak kíváncsi voltam, tehát, hogy volt olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, azok ez karaktergyilkolás, ne csináld. Vagy valami nem. Ilyesmi. Tehát, nem, így... azért ilyen szinten nem. Volt, aki tényleg, mert nem az ő stílusa, de az pedig a saját, bocsánat, az az ő szegénység ilyen, hogyha nem elég nyitott arra, hogy bármilyen stílusú zenét meghallgasson, és utána mondjon ítéletet valamiről. Tehát, hogy elindul egy rock zene, és azt mondod, hogy kapcsolj ki, akkor ne haragudj, de ez úgy nem is vélemény. Én úgy éreztem. Mondom, jó, kikapcsoltam, persze. Melyik a kedvenc dalod a lemezről? Jaj, de csúnya kérdést tettél fel nekem. Mindig más kedvencem melyik, van. Melyik az is, miért az a három, mondjuk? Melyik az is, miért az a három? Nekem a képzelgések az egyik kedvencem. A lemezről egyébként azzal indultunk, az volt a legelső. Azt én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szeretem a nyughatatlant. Mi van? Csak figyelj, mi a harmadik, kíváncsi. És hát nagyon gondolkozom, hogy mi legyen a harmadik, de nagyon nehéz döntenem. Harmadik kedvencem a lemezről. Nem tudom, mi gondolkozom. Neked? Nekem. Uh-huh. Hát a képzelgések van első helyen. A számomra egyébként amúgy is az egyik legjobb dalnak ítélem meg így a diszkográfiámban. Számomra. Lehet, igen. És az egyetlen dal, amit 7-8-ba írtam. Bravo! bravo, egy kis zeneiség. Nem, azt nagyon szeretem. Puh. Na tessék, tényleg ugye milyen nehéz kérdés, tehát hogy így most így mindenket másért szeretem, ugye, hiszen önálló karakterük van, hanem most ez ilyen. Ez elég köcsök kérdés, én is tudom, azért szeretem feltenni. De jó, jó kérdés, most dolgoznom kell fejben. Kíváncsi, hogy az én kedvencemet fogjátok-e mondani. Úristen, van kedvenced? Hogy ne lenne? Mindig van, de figyelj, most ez... Na hát ez az, hát hogy van, amikor... Ja, hogy most épp melyik a harmadik kedvencem? Most épp az Ima. A harmadik kedvencem, de ez azért is van, mert most jelent meg egy ilyen akusztikus verziónk, és agyon hallgattam most az akusztikus verzióban is az Imát, úgyhogy most épp Zima. Legyen a Zima
Zima a hármas. Nekem a hírnök az mondjuk a második. És azon vaciláltam, igen, a hírnök. De a hírnök az meg azért ekkora nagy favorit nálam, mert nagyon jó élőben játszani, nagyon érdekes energiák tudnak felszabadulni, pedig egyébként élőben négyesben játszunk jelenleg. Tehát nincs második gitár, nincs, hanem tök pure dob, basszus, gitár, ének, semmi sampler, semmi backintrek, ilyesmi. Hát mondjuk figyelj, van annyira karakteres a dalmegerés, hogy elég legyen ez így. Meg azt gondolom, igazából úgy álltunk neki, mint hogy általában, akkor majd most szemperezünk, és akkor majd szépen menni fog minden próbán, és de aztán rájöttünk, hogy ehhez a formációhoz nem illik, nem passzol. Valahogy itt is az érzés visz. Igen. És, tehát nem, és nem hagyja magát, nem hagyja. Igen, nem, amint elkezdjük magunkat így megkötni, nem olyan voltak a dalok, mint amikor hallgattuk őket, vagy mint amikor dolgoztuk rajtuk. Úgyhogy, tehát inkább legyen ebben a hibák, inkább ingadozzon a tempó, de akkor ez a tempó az lesz, amit mi érzünk. Igen, és amit ott érzünk, és az ott a jelen hallgatójába is ugyanazt az érzést fogja talán kelteni, vagy legalábbis ebben reménykedünk. A harmadik pedig az ima. Oké. Okay. Az imát is nagyon szeretem. Az imát. És egyébként az akusztikus verzió, mert nekem is egyfolytában megy a fejembe, hogy az Isten verje meg. Jó, kipipáltuk az én kedvencemet is. Te mondtad, te majdnem mondtad, úgyhogy tök jó. Nekem hírnek abszolút. Mert hogy az volt a ténylegesen meggyőző tétel, ugye, ami miatt bekattant az elemez annyira, amennyire, hogy Laci átküldte, hogy akkor kiállni írni a kritikát, ennyit most mondta, hogy figyelj, hát ez basszeg. Így. Egyik haverom is kérdezi, mit hallgatsz? Hát mondom, figyelj, még nem jelent meg, úgyhogy nem tudom megmutatni, de egy kis türelem. Hát ez jó. Ez jól esik. Mert az tényleg, de többet, tehát sokat tudnék mondani róla. Többször jöttem be ide úgy a stúdióba, hogy sétáltam otthon, és ugye elemezt hallgatom, és kb. Ilyen két dal tudok meghallgatni, ha mondjuk vagy hármat, ha kényelmes tempóba jövök. És volt, hogy a hírnököt hallgattam meg háromszor. Ennek örülök. Ugye már itt érintettük a második lemez témakört, hogy ahogy vége, de ahogy letudtátok a lemezt, átadok is neki a másodiknak, te meg mondtad, hogy már egész jól is álltok vele, vagy hogy zajlott ez? Hát én, amikor van időm, akkor végig is folyamatosan írok, amikor van időm, és igazából hát, akkor, figyelj, akkor úgy igazából volt. Igazából már tavaly nyáron elkezdte írni a Mazi a második lemezt, amikor még az elsőt keverésileg, meg szinte így minden szempontból még be se fejeztük. Tehát az még nem volt úgy igazán kész. Ne haragudj, akkor a folyó már például megvolt. Meg szerintem a lép tovább is. Meg is a lép tovább is, igen. Tehát, hogy már akkor, és ezen így röhögtünk is, hogy még ki se jött az első, a másodikat írjuk még. Ezen, nem tudom, így valahogy így röhögtünk ezen. Tényleg. És hát valójában jól jött nekünk ez a karanténos időszak, mert tudtunk dolgozni. Tök jó, hogy valaki, ugye ezt pozitív kontextusban sem említi ezt az egészet, mert hogy azért általában inkább mindenki panaszkodni szokott rá. Hát figyelj, mi erről sokat beszélgettük, és mind a kettőnek igazából rengeteg pozitívumot hozott ez a leállás. Igazából ez akármilyen rosszul hangzik, még hál' is vagyok érte, és nem csak magam miatt. Ez nem hangzik rosszul, ezt ott hogy hangzik? Én szerintem azt tudja az embert előrevinni, hogyha az adott helyzetére, amiben benne van, hálás. Mindegy, hogy ez milyen helyzet, úgyis tanulsz belőle valamit. Úgyis az előnyére tudod fordítani, ha jól csinálod. És ugye például, oké, nekünk jött 3 hónap stúdiószünet akkor, és nem volt podcast, viszont ha az a szünet nem jön be, akkor aztán most a harmadik évad nem ilyen formában megy, ha egyetlen van harmadik évad. Lehet, hogy mi mindig ott toporognák, és nem lenne semmi. Tehát így. Igen, ez a nagy stop, ez szerintem nagyon sokaknak jót tett, hogy volt mit átgondolni, volt rengeteg terhet kell szerintem mindenkinek lepakolni magáról, ami csak akkor tud megtenni, hogy egyetlen észrevesz, hogy teher van rajta. És ez a leállás, ez erre egy zseniális húzás, az csak idő kérdése, míg az ember rájön arra, hogy oké, tényleg le kell lassulnom, tényleg körül kell néznem, és ha erre képes, hogy akkor rá tudsz jönni, hogy a folytatás az hogyan tud még jobb lenni. Mert hogy a folytatás úgy is lesz, úgy is ott lesz, és csinálni fogod, kérdés, hogy úgy akad, mint korábban, vagy kicsit könnyedebb lelkivilággal, mondjuk így. Én azt csináltam, rengeteget olvastam, amire egyébként nincs idő, meg rengeteget voltam a gyerekekkel. És figyelj, ugye? Mikor nyáron ugye újra felengedték a koncerteket, és lehetett csinálni a bulikat,
egy nap alatt elraktam az egész klubot szeptember végéig, ami egyébként nem volt beszerezve, de azért nem vártam az első bulis hétvégét annyira, tehát így ez... Ugye ez egy nagyon érdekes érzés. Nekem például 15 éve nem volt hétvégém, ugye én is ugye hangmérnökként is dolgozom, élőben is, koncerten, hát miről beszélek, emberek. Szóval, koncerten is, stúdióban is, de közben ugye nagyon sokáig színházakban dolgoztam, tehát nekem is nem volt hétvégém. Én például arra jöttem rá ebben a hónapokban, hogy nekem kell a hétvégém. És nem magam miatt, hanem mert az a két nap van egész hét, amikor mindenkivel is tudok találkozni. Tehát ez tök jó volt, hogy ráértem hétfőket szerdán, amikor senki más. Igen, így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami egyébként tovább vitte a gondolatmenetemet, hogy akkor hogyan is és mit is kell nekem dolgoznom, miután megint lehet dolgozni. Elég sokat finomodott itt minden. Ugye, tök jó, és annyira barom örülök neki egyébként, hogy ebbe egyet értünk, mert mindegy, volt, aki most azt így mondta nekem, hogy elég érdekes, amikor valaki 2020 őszén azt mondja, hogy hát nem volt időm nem ezt csinálni, tényleg? Mikor nem volt idő? Tehát itt voltak hónapokra. Hát pedig, ha valamikor, akkor ilyenkor lehet. Igen, igen. Viszont akkor második lemezhez egy picit visszakanyarodva. Milyen lesz a második lemez? Nagyon izgi lesz a második lemez. Amikor már, tehát egész jól álltál már dalok szempontjából már itt a korona elején, még ilyen április, március, április. Tehát addigra már a Mazi megírt egy ilyen 7-8 dalt, aminek már egy nagy részének, vagy egy részének már szövege is volt. Igen, mert akkor voltam. És akkor én is elkezdtem. Uh-huh. És akkor elkezdtünk szöveget írni. Igen, igen, igen. A szövegírásra haladtunk később. Igen, azzal haladtunk egy picit később. Leosztottuk, hogy ki melyik dalhoz akar egyébként szöveget írni, hogy kinek melyik dal az, ami fontossá vált a demo alapján. Röfi most szelfizik? Most igen, már egy ideje. Igen. Lemaradtam, bocsánat. És nem tudom, csak nagyon érdekes új dolgokat találtunk magunkban. Új kincseket, mint hogyha ástunk volna egy adagot így a képzelgésekkel, és így találtunk volna ilyen kincseket, és azokat most így megmutattuk volna az embereknek, és most még egy réteggel lejjebb, vagy följebb, vagy nem tudom hova, de még beljebb kerültünk. Igen. Tessék? Csak már megint igen ezek. Ja, igen, igen. Ja. Igen, igen. Ja. Jána tűrlő. Aha. És én nekem nagyon érdekes módon az összes dalnak a mondani valója és szövege valahogy akkor, amikor feléneklésre került, minden héten egyet felvettünk, mindig történt velem valami, ami azt erősítette, vagy előtte, vagy valami történt, amitől pontosan azt az érzést tudtam megélni, ami abban az adott dalban történik, és ez egészen elképesztő. Megijesztő. Én már szinte meg is ijedtem ettől. De hatalmas élmény volt felvenni az új lemezt is teljesen, mert az éneklés szempontjából is kicsit más. Lesznek érdekes dolgok. Igen. Tehát én azt mondanám, hogy most sokkal jobban, és azt is sokkal jobban megtaláltuk, ez nem igaz, hanem most kicsikét tudatosabb volt a dalszerzés abban a szempontból, hogy képbe vagyok azzal, hogy mi a Dóri hangterdelme, hol, hogyan szól a hangja, mire érdemes nála figyelni, hogy ha ezt az érzést akar, nem ezt az érzést, ezt a hatást akar elérni a hanggal önmagában, akkor hová kell tenni, emiatt milyen hangolásba tegyük a gitárokat, meg a dalokat, ugye? Úgyhogy... Igen. Szóval egyébként kompaktabb lesz összességében az egész. Én rájöttem, te titkolt, hogy egyébként csináltak az Igen ember folytatását. Így van, igen. Igen. Tengerszem másik lemez, az Igen ember. Az Igen ember. De ha nevetted, hogy nem tudok komolykodni. És az azt hiszem, hogy Igen ember 2. Igen.
És az első szám címe persze, hogy igen lesz. Így van. És az összes többinek. Vagy pedig csak, hogy olyat mondjuk, amit nem szeretsz, Ákostán szabadon mondj igent, tudod. Egyébként van egy csomó Ákosd, amit szeretek. Na. Meglepő fordulat. Annyira nem. Ugye? Aki dárzenéket szereti itthon, azért az találkozott az ő munkásságával. És például gyerekkoromban, amikor még az első Ákosom ez kijött a Karcolatok, akkor én még eléggé kölyök voltam, és mikor nagyszülőknél nyaralgattunk unokatestvéreimmel, akik általában idősebb voltak nálam 4-5 évvel, bizony nem aludhattam el addig, még nem énekeltem egy Ákos számot. Mert én voltam a legkisebb. Engem tehát a legjobban szivatni, és Ákossal szivattak. Az komoly. Mindent értem. Az komoly. Jaj, szóval igazából csak visszatérjünk akkor a dalainkra. És az új lemezre. Itt is szempont az, hogy az összes dalnak önálló karaktere legyen. Abból szempontból kicsikét kompaktabbak lesznek, hogy jobban egy irányba tartanak zeneileg a nagy része, viszont az egész biztos, hogy lesz 2-3 olyan típusú dal, ami megközelítőleg sincs az első dalcsokorban. Ezeket még most írogatjuk, és ebben lesz valószínűleg szerintem egyébként olyanak a szöveget is együtt fogjuk megírni. Értve kitaláltuk azt is, hogy úgy is fogunk egy dalt megírni, ami megint egy érdekes dolog lesz, hogy bemegyünk a stúdióba, és teljesen nulláról egy kávé után nekünk és csinálunk egy dalt. De azt átolt szertig, akkor az felvétellel, megírással, szövegírással együtt. És ez is egy érdekes dolog lesz. Témáink vannak, hogy miről szeretnénk, de ott meg majd úgyis szerintem a helyzet adja magát, meg a hangulat, hogy mit lehet majd megfogalmazni. Tegyük fel, hogy még az a másik lemezt, mikor tervezitek kb? Hát nincs konkrét terv igazából, de azt képzeljük, azt gondoljuk, hogy ez ilyen tavasszal valamikor elkészület, hogy megjelni, hogyan fog megjelni, azt még nem tudjuk. Akkor gondoljunk egy vadot, és mondjuk a vadot is mondjuk azt, hogy májusban megjelenik, most csak valami. Normalizálódik a világ, mondjuk, hogy jövő nyára már lehetnek fesztiválok, minden. Elmennétek fesztiválozni? Tehát, hogy mondjuk simán bevállalna egy ilyen klasszikus, széles terveszes, bagancsos rockfesztivált? Na, nehogy. Hogy ne. Ha. Hogy ne? Nem persze. Kérdés. Persze. Én egyébként alig várom, hogy végre legyen metal koncertünk. Szerintem, mert próbán nagyon viccesek vagyunk. Igen, az akusztikus bújjuk is tök jól el vagyunk, de ott az érezzük, hogy van egy rakás, van energia, amit ugye, ott ugye nem tudunk ugye kiadni a dalokból sem, ebben a formában érthető okokból. Viszont azt hozzá kell tenni, az utóbbi pár cimbali bulin, azt Dórinak mindig elmondtam bulit, hogy mindig azt néztem, hogy mikor mi leszünk színpadon, akkor mit fogsz csinálni, mert tehát igen, meg fog élni a színpadot, ebben teljesen biztos vagyok, és én ezt nagyon-nagyon várom. Amikor egy igazi frontember áll mellettem a színpadon, aki mindent is... Ezért kérdeztem, mert én pontosan erre számítok. Én is. Hogy kiálltok a színpadra, és az produkció lesz. Hát reméljük. Ezen vagyunk. Abszolút ezen vagyunk. Igen. Annyira erős a dal, meg az egész koncepció, meg minden, hogy szerintem tehát, értsd jól, vagy értsétek jól, hogy muszáj ilyennek lennie. Szeretnénk is egyébként, hogy ilyen legyen. Tehát igazából nagyon sokat beszélgettünk, hogy nem akarunk csak úgy koncertezni, most bármilyen hülyén is hangzik, és megfogalmazásra fogom tudni normálisan, de az anyag, hogy valamilyen módon, valahogy élményt szeretnénk ebből csinálni magunk számára is. Mivel nyilván elsősorban magunk számára magunk miatt zenélünk együtt. Tehát jó lenne ezt nem csak úgy, hogy jó, felmentünk, volt 15 percünk benne, akkor gyorsan csapassuk, oké, lementünk szarhangzásra, mehetünk haza. Tehát, hogy ne ez legyen. Ennek semmi értelme. Tehát ezen szerintem egyrészt bármilyen pofátlan is hangzik, már túl vagyunk, és leginkább abban az értelemben vagyunk túl, hogy tudjuk azt, hogy nincs értelme. Tehát ez a... A magzik az pofátlanul, az inkább reálisan hangzik. Most azért figyelj, te is csináltad a gyöngyvérre három lemezt, jól emlékszem? Négyet. De nem is ez a része igazából, hanem ami engem zavar ebben a... Tehát ami miatt érdemes erre odafigyelni. Tehát láttam egy csomó előzenekart, akik nagyon jó zenekarok voltak, de nem tudod értékelni a produkciót, mert hiába tesz oda magát a srác, a lány, a dobos, bárki a zenekarból. Látod, hogy ők tényleg benne vannak, de kifelemű szól a közönség felé, az értelmezhetetlen.
pusztán azért, mert ők az előzenekar. Egyrészt igen, meg a másrészt ugye az, hogy meg jó magyar szokás szerint nem is nézzük meg az előzenekarokat. Nálunk ezért van kiírva a klubba, hogy az előzenekarokat is nézd meg, mert ők is fizettél. Így van. De a másik az, ha meg már ott van, ha csak két ember van ott, az a két ember hadd élvezze már, hiszen ő azért ment oda, mert őt viszont érdekli az előzenekar. Hogyne. Tehát én nem várom el senkit, hogy most az előzenekar minden, vagy ha mondjuk az előzenekar mindenképpen jönnek oda időben, ez az ő döntésük. De ha már ott vannak, akkor viszont azt kapják, azt a minőséget kapják, amit megérdemelnek a jegyükért cserébe, mert ők így van, nem csak azért fizetnek, hogy a főzenekar jól szóljon, ők azért fizetnek, hogy az egész este egy élmény legyen. Ők az élményért fizetnek. És ez jó lenne, hogy egyébként itthon minél többen elkezdenek alkalmazni, hogy minden zenekar, aki este fellép, fontos. Igen. És ugye mi ezt úgy tudjuk a magunk módján előre segíteni, hogy szeretnénk nyilván saját hangosítóval menni, aki tudja, hogy mit akarunk, tudja, hogy mit csinálunk. Kitáljuk előre a koncepciót, hogy hogyan tudunk élőben jól megszólalni. Hogyan tudjuk az egészet úgy becsomagolni és megmutatni, hogy aki, az a két ember, aki megnézi adott esetben, vagy az a 200, az mind élményt kapjon érte. Mi lenne az a nézőszám, az a eredmény mondjuk két éven belül, amivel elégedettek lennétek. Nézőszámra úgy gondolok, mondjuk egy önálló bulin, akár Budapesten, akár vidéken, eredményre meg úgy, hogy bármi, tényleg most csak a fantázia szabhat ennek határt. Szerintetek reálisan mit érhet el ez a zenekar? Az a baj ebben a kérdésben, én például nem vagyok motivált, úgyhogy nem tudom. Nekem meg lövésem sincs, és nincs, csak hogy nekem nincsenek elvárásaim. Igen, ezért mert nehéz. Egyikünknek sincs ebből a szempontból szerintem elvárása. Nem gondoljuk azt, hogy minket szerintem szeretni kell, meg hogy nekünk be kell futni, inkább azt gondoljuk, hogy nagyon boldogok vagyunk attól, hogyha megtalálja azokat az embereket a zenénk, akik aztán csatlakozni akarnak ehhez az érzelemvilághoz. Ez meg kiderül. Tehát ugyanúgy, ahogy például a lemez, és azóta a csapatunk, és ahogy most éppen veled beszélgetünk, és itt ülünk, és ahogy mi össze... Ahogy, tehát azt gondolom, hogy szépen össze fog állni minden, összevonza magát a dolog, ahogy annak lennie kell. És ha mi pozitívan, mi úgy állunk ehhez az egészhez, hogy tényleg csak szeretjük azt, amit csinálunk, és megpróbálunk a magunk részéről mindent beletenni, akkor abból valami jó fog talán kisülni. Akár a nézőszámot tekintve, én nagyon szívesen fellépnék több ezer embernek, persze, két éven belül. Hogyne? Persze, de akkor sincs semmi, ha 50-en lesznek. Igen, tehát egy mi sem fog... És nekem az 50 ember lesz, akkor ugyanolyan fontos, mintha 50 ezer lenne. Tehát, hogy igen. Ez mindenki, aki felmegy a színpadra, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem az a lényeg, hogy hány ember van ott, hanem az a lényeg, hogy te, amikor fent vagy a színpadon, akkor azt a produkcióhoz legyen elég alázat benned, hogy a legtöbbet kihozd magadból, és a legtöbbet próbáld adni annak az adott ennek. Ha kettő embernek, akkor kettő embernek, a 2000-nek, 2000-nek. De nekem volt olyan koncertem, ahol pont kettő darab ember volt, és lenyomtuk a koncertet, és imádta az a két darab ember. A kis igen. Akusztikus, akár minkkel, nem tudom hány évvel ezelőtt, nagyszerű élmény volt. És örültünk, hogy két ember megtisztelt a figyelmével, tehát hogy, és nyilván nagyon örülnénk, ha sokkal többen lennének, és ez tényleg el tudna jutni nagyon sok emberhez, stb. Nagyon örülnénk neki, de nem elvárásunk. Tehát nekünk ezért sincs vagyunk, ezért vagyunk ennyire lelkesek, és ezért örülünk ennyire, hogy ilyen jó visszajelzéseket kapunk most a képzelgésekről, tehát hogy az szuper. És igen. Nagy kedvünk van, és csináljuk, és legyen koncert, nagyon, tök jó. Igen, azt hiszem, hogy ha lennének elvárásaim, tehát azt hiszem, hogy ha lennének elvárásaim, hogy milyen nézőszámot szeretnék egy koncerten, akkor egész pontosan tudom, milyen zenét kéne játszanom itthon. De szerencsére nem azt csináljuk. Ez egy nagyon szép mondat volt, jaj, bocsánat, vagy nem tudom. Igen. Sőt, figyelj, ez annyira szép mondat volt, igazából szerintem a végszónak is tökéletes. És nem is nagyon van egyébként több kérdésem, meg szerintem tökre megbeszéltünk mindent. És tök jó volt, hogy kitértünk egy csomó mindenre, amire egyébként nem is gondoltam, hogy fogunk.
És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen a meghívást. Ne viccelj, hát tökre vártam. Nem viccelek. És reméljük, hogy akkor minél hamarabb itt lesz a második lemez is. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy végighallgattátok az adást, illetve megnéztétek. Az adott platformon, ahol vagytok, kérjük szépen a jó értékeléseket, illetve a megosztásokat, és ha támogatnátok az adást és a csatornát, akkor a leírásban megtalálható módokon megtehetitek azt. Jaj, de megtekertem. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!